Tisztelt jelenlévők, a két ülés között a következő eseményekről, illetve változásokról tudok beszámolni. Költségvetési számlánk egyenlege az 1.079.242.000 forint, bérlakás értékesítési számla egyenlege 178.100.000, egyéb helyiségtelek értékesítési számla egyenlege a 172.593.000 forint. A számlákon lekötés nincs, mivel a banknál a folyószámla kamatok jelenleg 0,1%. Ha egy hónapra lekötnénk, akkor 0,02% lenne a kamat. Költségvetési számla, bérlakás értékesítési, környezetvédelmi, tehát egyéb számlákon pedig nincs pénzünk, munkabér hitelünk nincs, folyószámla hitelünk nincs. A Budapest 20. kerület Vízisport utca 12-18 szám alatti szálloda és egyéb építmény megvásárlásához 561 millió forint és 707 millió forint hitelfelvételhez kértünk ajánlatot. A hitelfelvételhez a kormányengedélyre a márciusi képviselőtestületi ülésre készítünk előterjesztést. Ezzel kapcsolatban rögtön el is mondanám, nem tudom, hogy kiosztásra került-e a Raiffeisen Banktól érkezett levél, mert mintha valamelyik képviselőnél láttam volna, nem került kiosztásra. Akkor a polgármester úrnak csak küldtek egy külön példányt. A Raiffeisen Bank ZRT arról tájékoztat bennünket, hogy rögzíteni vagyunk kénytelenek, hogy a hivatkozott határozat, mármint az általunk előző testületi ülésen hozott, számos és jelentős pontban, melyek ön előtt ismertek, ezért azok részletes felsorolásától tartózkodunk, eltér, illetve ellentétes azzal, amivel az előzetes egyeztetéseken a bank és az önkormányzat lefektette az együttműködés peremfeltételeit, továbbá a bankunk által megküldött kötelező érvényű ajánlattal is. Tovább kiemeljük, hogy a határozat olyan új feltételt is szabott, előzetes joglemondó nyilatkozat kérése, mely mindez idáig még érintőlegesen sem került egyeztetésre, de ettől függetlenül bankunk részéről mérlegelni sem kívánjuk, ez számunkra nem elfogadható. Fentiek okán bankunk nem lát más lehetőséget, mint a jogos érdekérvényesítés érdekében történő bírósági út igénybevételét. Hát gondolom ezt akkora értik, amikor majd jogszerűen beáll olyan helyzet, amikor nekik érvényesíteni kell az igényeiket, mert jelen pillanatban az önkormányzat a háromoldalú szerződésnek megfelelően jár el, és kíván is eljárni, ezt szeretném hangsúlyozni. Szeretném tájékoztatni a testületet, a Magyar Államkincstár az ellenőrzését folyamatosan végzi. Az elmúlt hónapban jelentősebb, illetve rendkívüli esemény nem történt. A hivatal valamennyi szervezeti egysége az idejévi költségvetés kialakításán dolgozott, amit ma tárgyal is a képviselőtestület. Az államkincstár ellenőrzésével kapcsolatosan pedig csak annyit, hogy ez különösen nagy terhet jelent valamennyi intézményünkre, és nem utolsó sorban a hivatal osztályaira, különösen a pénzügyi osztályra, úgyhogy ezt kérem vegyék a képviselőtestület tagjai figyelemben. Közbeszerzésekkel kapcsolatosan szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy út- és járdakarbantartás 2017. évi közbeszerzési eljárásban a vállalkozási keretszerződések még e hónapban aláírásra kerülnek a nyertes ajánlattevővel, ez a Gold Blond Kft. A Ján Ferenc Dépesti Kórház részére betegszállító kocsik átadása január 24-én megtörtént. Önkormányzatunk és a Ján Ferenc Dépesti Kórház között orvostechnikai eszközök átadására január 27-én a haszonkölcsön szerződés aláírása megtörtént. 2017. február 2-án a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársai záró utánkövetéses helyszíni ellenőrzést tartottak a polgármesteri hivatalnál. Az ellenőrzött akadálymentesen a Pesterzsébeti Felnőtt Háziorvosi Rendelőben című, illetve az akadálymentesen a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában című pályázatokkal kapcsolatos utóellenőrzés semmilyen hiányosságot nem állapított meg, hiánypótlás nélkül zárult az ellenőrzés.
Közterületi fák fenntartása, tárgyú közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatását, illetve az eljárásra meghívott gazdasági szereplőkről szóló tájékoztatást február 6-án a közbeszerzési hatóság részére megküldtük. Önkormányzati vagyon és felelősségbiztosítás tárgyú közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatását február 8-án a közbeszerzési hatóság részére szintén megküldtük. Nem tudom, van-e kérdés a testület részéről a beszámolóval kapcsolatban. Polgármester úrtól annyi tájékoztatást szeretnék kérni, hogy a Ján Ferenc Pesti Kórház intézményvezetőjével kapcsolatos egyeztetésben van-e valamilyen fajta fejlemény előrelépés, amire a képviselőtestület jó határozat vonatkozott, amit korábban hoztunk. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Egyelőre még az év első hetein vagyunk úgymond túl. Az egyeztetést azt a költségvetés elfogadását követő időszakra tervezzük, úgyhogy erről telefonon már váltottunk szót a főigazgató úrral, illetve arról is, hogy az előbb felsorolt eszközöket, amelyeket a képviselőtestület ad át a Dél-Pesti Kórháznak, ezt nem egy különösebb rendezvény keretében tettük meg, hanem egyszerűen a sürgősségre való tekintettel átadtuk és azokat használatba vették. Ezúton is köszönik a képviselőtestület segítő támogatását. Az idei esztendőről pedig hát az elkövetkezendő napokban, illetve hetekben fogunk tárgyalni, és azzal kapcsolatosan természetesen tájékoztatjuk a képviselőtestületet.